Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Bíró Tamara vagyok. Megalakult a köztársasági és a tartományi parlament. Mikor alakulhat meg a kormány, és ki kivel léphet koalícióra? Az esélyeket latolgatjuk. Egy héttel ezelőtt tűz ütött ki a Fruskagorán, ennek kapcsán beszélgetek a Vajdaságerdői Közvállalat igazgatójával. Foglalkozunk a házasság hetével és a bálintnapi hagyományokkal is. Ma van hamvazó szerda, egy katolikus pap mondja el nekünk ennek részleteit. Helyi témával is készültünk önöknek, ugyanis 60 éves fennállását ünnepli a szabadkai Újfalu helyi közösség. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Február 6-án alakult meg a szerbiai parlament, az alkotmány értelmében ettől az időponttól kezdve 90 nap áll rendelkezésre arra, hogy megalakuljon az új kormány is. A köztársasági elnök azonban korábban arról beszélt, hogy ennél sokkal hamarabb, már március végén új vezetése lehet az országnak. Összefoglaltuk, mi is történt a választások óta, és mire lehet számítani a közeljövőben. Nyolc napja alakult meg a parlament, ám a politikusok csak a képviselői esküjüket tették le, és már véget is ért az ülés, és azóta sem folytatódott. Nem választották meg sem a házelnököt, sem a helyetteseit, sem a parlament főtitkárát, és még a különböző bizottságok sem alakultak meg. Ez nem volt váratlan fordulat, már az alakuló ülés bejelentésekor arról lehetett hallani, hogy az eskütételen kívül nem történik érdemi munka. Az ellenzéki képviselők hangos tiltakozása és az ülés akadályozása pedig egyértelművé tette, nem is lehetett volna érdemi munkára számítani. A parlament elnökét azonban nem kötelező az első ülésnapon megválasztani, az utóbbi években szinte soha nem is történt ilyen, sőt olyan is volt, mégpedig 2007-ben, hogy összesen 82 napot kellett várni arra, hogy megválasszák a házelnököt, de 2020-ban is 80 nap telt el a parlament alakuló ülésének kezdete és a házelnök megválasztása között. Igaz, 2022-ben meg rekord gyorsan, már az eskütétel utáni napon megválasztották a parlament elnökét. Szóval mindenre van példa, úgyhogy nem tudhatjuk, mikor lesz meg az elnök. De ez valójában csak részletkérdés, hiszen a házelnök személye a koalíciós tárgyalások függvénye, így a legfőbb kérdés a háttérben dől el a különböző tárgyalóasztaloknál. Ezek a tárgyalások pedig már folynak, és nem csak a házelnök személye függ tőlük, hanem az egész következő 3,5 év. Ezeken az egyeztetéseken beszélik meg, hogy a december 17-i választást megnyerő szerb haladó párt kikkel alakít kormányt, és ezekből a pártokból kik ülhetnek be a miniszteri vagy az államtitkári székbe. Vagyis lényegében az, hogy kik vezetik majd az országot a következő választásokig. 2012 óta a szerb haladó párt, a szerbiai szocialista párt közösen kormányoz, és 2014-ben ehhez a koalícióhoz csatlakozott a Vajdasági Magyar Szövetség is. Az előzetes bejelentések szerint a következő időszakban is ilyen kormány összeállítása lehet számítani. Csak az 4 godine važnih odluka, mnogobrojnih aktivnosti Narodne skupštine, narodnih poslanika i naravno borba za očuvanje narodnih, nacionalnih i državnih interesa. A szerbiai szocialista párt a korábbi évekhez képest rosszul szerepelt a választáson. A szokásos 10% körüli támogatásuk 6,5%-ra csökkent, és Ivica Dačić pártelnök ezzel összefüggésben azt is bejelentette a választások éjszakáján, hogy készen áll lemondani. Erre azonban nem került sor. A parlament alakuló ülését követően pedig már arról beszélt, hogy továbbra is a szerb haladó párttal együtt szeretne kormányozni. Ja želim da vam kažem da ćemo mi i dalje biti konstruktivan faktor političke stabilnosti i državnog jedinstva, da je politika naše partije i naše koalicije sa Jedinstvenom Srbijom i Zelenima Srbije, da budemo, da nastavimo naše partnerske i odnose sa Srpskom naprednom strankom, sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i da očekujemo u tom smislu, kao što se to dešava i na lokalnom nivou, očekujemo nastavak naše saradnje i na parlamentarnom nivou ovde na nivou Srbije i naravno u formiranju izvršne vlasti. Jer želimo da damo doprinos državnim i nacionalnim interesima Srbije.
A Vajdasági Magyar Szövetség az utóbbi 10 évben a kormánykoalíció részét képezte, és továbbra is ebből a pozícióból szeretne politizálni. Ahogy korábban számos alkalommal hangoztatták, úgy lehet eredményeket elérni, ha az ember ott ül annál az asztalnál, ahol a döntések születnek. Miniszteri helyre azonban ezúttal sem pályáznak. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év azt bizonyította, hogy az állam titkárok útján történő jelenlét a kormánykoalícióban eredményeket hoz, hiszen több minisztériumnak a munkájára tudunk hatni, valami hasonlóra készülünk ezúttal is. Ami legalább ennyire fontos, az pedig a koalíciós szerződésnek a szövege, amely a prioritásokat tartalmazza, a VMS prioritásait, azokat a prioritásokat, amelyekről a kampány során beszéltünk, és amelyek a kormányprogram részét kell, hogy képezzék majd. Készül ez a szerződés, és amint elindulnak majd a koalíciós tárgyalások, akkor erről a szövegről is tárgyalni, beszélgetni fogunk. Az aláírást követően pedig nyilvános lesz, ahogy eddig is volt, annak érdekében, hogy az emberek követni tudják, hogy mi az, ami megvalósul. Az utóbbi időszakban a legfontosabb tárcákat a szerb haladó párt vezette, a szerbiai szocialista pártnak jutott a külügy, az oktatás és néhány tárca nélküli minisztérium. A Vajdasági Magyar Szövetségnek pedig 7 államtitkára volt egyebek mellett az oktatási, az egészségügyi és a mezőgazdasági minisztériumban. Szerbiában 2020-ban és 2022-ben is tartottak választást, a miniszterek pedig ezen alkalmakkor is változtak, így egyelőre nem bocsátkoznánk találgatásokba, hogy a 2023-as választásokat követően milyen régi vagy új szereplőkre lehet számítani a belpolitikában. Az azonban bizonyos, hogy számos kihívással kell majd a belgrádi vezetésnek szembenéznie a koszovói helyzet, a világot sújtó háború és azok gazdasági következményei, illetve a mindezekkel összefüggő európai integráció terén. A stúdióban pedig Zakinszky Toma Viktóriával beszélgetek a téma kapcsán. Szia Viki, köszöntelek a műsorban. Szervusz, jó estét! Kezdjük először azzal, amit a bejátszásban is hallhattunk, hogy bár február 6-án megalakult a köztársasági parlament, nem sok érdemi munka történt aznap, nem választották meg például a házelnököt, a helyetteseit. Ez mikorra várható, és kik lehetnek az esélyesek? Hát ugye egyrészt azért, mert ez egy olyan rendhagyó gyűlés volt, amelyen az ellenzék ugye effektíven nem vett részt, tehát kivonultak a teremből, és tüntetőleg ugye az előcsarnokban tartózkodtak. Tehát egyrészt ugye a hatalmi erők azzal vádolják az ellenzéket, hogy ezzel obstruálja a parlament munkáját. Ugyanakkor a következő ülésről pedig, amit így az ellenzéki sajtóban olvastam, az az észrevétele az ellenzéknek, hogy nem is tudják, hogy mikor lesz. Tehát, hogy a tulajdonképpen a kormánypárti politikai erők ezt titokban tartják, úgymond. Tehát érződik ez a feszült hangulat ugye itt még amiatt, hogy az ellenzék továbbra is azzal vádolja a hatalmi pártot, hogy csaltak a választásokon, és várják az Európai Bizottságnak a határozatát, illetve ezzel kapcsolatban az értékelését. És azt hiszem, hogy ez a húzavona, illetve ez a halasztás, az időhúzás ennek is betudható. Ugyanakkor a hatalmi párt részéről, a szerb haladó párt részéről nincsen olyan jelzés, hogy bármilyen módon elfogadnák a külföld, illetve az európai véleményezést. Úgyhogy azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem lesz akadálya annak, hogy idővel megválasszák a házelnököt, és tulajdonképpen csak az a kérdés, hogy ez ki lesz, és a parlamenti többség pedig mindenképpen már megvan, tehát megalakult a parlament, úgyhogy stabil időszakra lehet politikai szempontból számítani. Cikkezik arról bármelyik sajtó, hogy kik lehetnek a házelnöki posztban? Igen, a szerb sajtóban is olvastam, hogy a köztársasági parlamentben többek között Kovács Elvira is azok között van, aki esélyes a házelnöki posztra. Ezen kívül még emlegeti Kivica Dacsicsot és Nikola Selakovicsot. Hát majd meglátjuk, hogy ki lesz hármuk közül, vagy lehet, hogy éppen egy negyedik. Tehát ezek tulajdonképpen csak politikai elemzők találgatásai.
Közben a háttérben zajlanak a koalíciós tárgyalások. Ezzel kapcsolatban lehet latolgatni, hogy ki kivel lép majd koalícióra, és kinek miért lesz ez jó? Hát az eddigi nyilatkozatok alapján én úgy látom, hogy marad a szerbiai szocialista párt és a haladó párt közötti koalíció. Azzal, hogy a szocialista párt valamilyen minisztériumokat biztosan elveszít, amelyek eddig az övék voltak, tehát egy sokkal határozottabb többség van a szerb haladó párt részéről. A kisebbségi pártok pedig ezek között ugye a Vajdasági Magyar Szövetség is államtitkári szinten reális, hogy folytassa a kormányban való, a végrehajtó hatalomban való munkát és tevékenységet. Nem hiszem, hogy kisebbségi pártok valamilyen miniszteri tisztséget vállalnának. Aki nem annyira jártas a témában, azoknak mondjuk el, hogy miért fontosak a koalíciók. Például egy kisebbségi párt így könnyebben érvényesítheti az érdekeit? Hát erről olyan értelemben eltérő a politikai elemzőknek a véleménye, hogy amennyiben az általában a hatalmon lévő pártnak a programja, illetve az az irányultság, ahogyan vezetik az országot, egyezik a kisebbségi párt érdekeivel, abban az esetben természetesen jó, hogyha ha nem is koalícióban, de valamilyen együttműködésben van a hatalmi párttal, illetve amennyiben ez összeegyeztetetlen, tehát amilyen például a Milosevic rezsim idején volt, akkor abban az esetben természetesen nem logikus, hogy egy kisebbségi párt támogassa a kormánypártot. Én azt hiszem, hogy jelen esetben folytatódni fog a VMS-nek az együttműködése a szerb haladó párttal. Az ellenzékre kicsit még visszatérve, az, hogy is fogalmazzak, nem lassítja majd a továbbiakban is az évek során a parlament munkáját, hogyha ők mindig káoszkeltésre, megosztottságra törekszenek? Hát nincs nekik meg a politikai erejük, tehát ugye megvan a parlamenti többség, tehát itt tulajdonképpen csak bizonyos botrányos momentumokra való figyelemfölkeltés esedékes. Káosz nem hiszem azért, mert közvetlenül a választások után az utcákon sem tudtak igazából komolyabb káoszt teremteni, nem is nevezném káosznak. Tehát nem tudtak igazából olyan tüntetéseket szervezni, amelyek oda vezettek volna, hogy akár a választások megsemmisítéséig, még a fővárosi szinten sem, tehát nem csak köztársasági szinten, hanem még a belgrádi választások kapcsán sem sikerült olyan áttörést elérniük, ami alapján esetleg újra kiírták volna a főváros szintjén a választásokat, úgyhogy egyelőre erre nem, ettől nem kell tartani. Térjünk át kicsit a tartományi parlamentre, és ott február 9-én volt az alakuló ülés, de az sem volt egy hosszadalmas folyamat. Itt mik a következő lépések, mire számíthatunk, hogy zajlik majd ott a munkafolyamat? A tartomány szintjén a házelnöki poszt ugye már több mandátumban is a VMS-é volt, ugye Pásztor István előtt Tegeresi Sándor volt a vajdasági parlamentnek az elnöke, és hát az elemzők szerint lehetséges, hogy továbbra is a VMS-ből kerül ki a házelnök, többen említették Juhász Bálintot. Ezek szintén ugye csak találgatások, nem lehet egyelőre ezt ugye előre látni, vagy tudni. Viszont azt mindenképpen el kell mondani a tartományi parlamenttel, hogy az, hogy rövid volt az ülés, és az, hogy tulajdonképpen zökkenőmentes is volt, az egyrészt annak is betudható, hogy a tartományi parlament, illetve a tartományi végrehajtó hatalomnak a hatáskörei is jelentősen szűkültek az elmúlt években, és majdhogy nem csak szimbolikus szinten tulajdonképpen egy végrehajtó szerepe van tartományi szinten, de komolyabb döntéshozatal nem születik. Toma Viktória, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
Egy héttel ezelőtt tűz ütött ki a Fruskagorán, a lángok mintegy 10 hektáros területet emésztettek fel, a talajtakaró aljnövényzet égett le. Jó hír viszont, hogy a tüzet sikerült eloltani néhány óra alatt. Tekintsenek meg egy kommentár nélkült arról, hogyan égett a Fruskagora és mi maradt a tűz után a területen, majd a stúdióban beszélgetünk a témáról Kókai Rolanddal, a Vajdaság Erdői Közvállalat igazgatójával. Nem tudom. De itt mi a gorra, de vidim? Ne, opa, ne vidim. Ne, ne vidim. Ne, ne vidim. Hát hol nála lesz a vidit egy? Aha, tam gori, je to gori. Arról pedig, hogy mi a teendő erdőtüzek esetén Kókai Rolandot, a Vajdaság Erdői Közvállalat igazgatóját kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye a Fruskagorai nagyjából egy héttel ezelőtti tűz esett az apropója annak, hogy beszélgetünk, de kezdjük az alapoktól. Mit kell tennünk, kit kell felhívnunk, hogyha erdőtüzet észlelünk valahol? Ugyanúgy, mint bármilyen másik tűznél, a rendőrséget kell riasztania. Aztán az erdőtűz esetére a Vajdaság Erdei Közvállalat konkrétan eljárásokat lát elő, hogy milyen személyi állománnyal és milyen eszközökkel a belügyminisztériumban karöltve vonulunk ki bizonyos erdőtűz esetén. A közvállalat területén az elmúlt időszakban voltak-e komolyabb erdőtüzek? Tehát az utóbbi 20 évben, amióta létezik a közvállalat, 3600 hektáron égett az erdő, vagy az aljnövényzet, tehát nem mindig erdőről van szó, 331-szer, tehát az évente olyan 15-6 tűzesetet. Ez soknak jelent. Számít egyébként? Hát ez a nagy mértékben függ az erdőtűz, attól függ, hogy milyen erdei van egy bizonyos erdészeti vállalatnak, tehát a hőmérséklettől, a széliránytól, a páratartalomtól függ az erdőknek a gyúlékonysága, és a fenyőerdők, amelyek veszélyeztetettebbek, így fokozottan veszélyeztetett a 30 ezer hektáron a Deliblátói homokpuszta, valamint a Szabadkai homokpuszta. Nem a megtorló intézkedések a megoldás, hanem a előnyt prioritást ként tartjuk a megelőzést, tehát a megelőzésnek egy jó példája az 5-20 méter magasban található vasállványokon kamerás megfigyelő rendszer a Deliblátói homokpusztán. 1998-ban leégett ott 1600 hektár, miután felállítottuk ezeket a kamerás megfigyelő rendszereket, azóta nagyobb erdőtűz a Deliblátói homokpusztában nem volt. Egyébként a Szabadkai homokpusztára is tervezünk egy még modernabb, intelligens videó megfigyelő rendszert érzékelőkkel együtt. Erre a célra
az Interreg IPA Magyarország-Szerbiai határon átnyúló programra pályáztunk a Szerbiai Belügyminisztériummal partnerségbe, az Európai Ügyek Hivatalával és a Magyarországi Kefag Kiskunsági Erdészet és Faipari ZRT-vel egy 400 000 euró értékben vásároljuk ezeket a megfigyelő rendszereket, valamint egy tűzoltókocsit és az engedélyeztetési tervet elkészítsük a kutak fúrásához. Még ez a projekt nincs jóváhagyva, de mivel jó projektről van szó, reménykedünk, hogy az Európai Unió finanszírozni fogja. Ha már a megfigyelő rendszereket említi, akkor ez azt jelenti, hogy általában az emberek az okozói ezeknek az erdőtüzeknek? Az emberek a fő okozói az erdőtüzeknek, nagyon ritkán villámok. Nagyon nagy százalékban véletlenül történik. A klasszikus esetei az erdőtűz okozásának a szomszédos területeken lévő legelők, vagy a szántóföldeken a tarlónak a meggyújtása, és az átterjed az erdőterületünkre. A Fruskagúrán is egy nem lett még az elkövető, de valószínűleg, hogy egy pásztor följutotta a tavalyi száraz aljnövényzetét, ebben kívánta serkenteni az új friss fűnek a növekedését, ugye, hogy táplálékot tudjon biztosítani az állatállománynak. Ilyenkor büntethetőek a felelősök? Hát igen, persze, hogy büntethetőek, de nagyon ritkán van meg az elkövető, mert ez nehéz bebizonyítani, hogy ki okozta a tüzet. Majdnem, hogy 4,5 éve vagyok igazgató, egy példát sem tudok arról, hogy meg lett volna az elkövető ilyen tűzesetek esetén. Egyébként a migránsok itt nagy gondot okoztak 2022-ben, 2023-ban ez a tűzesetek lecsillapodtak a szabadkai homokpusztán, ugye, mert lényeges számban eltűntek a migránsok. És a közvállalatok ilyenkor számíthatnak valamiféle kártérítésre bárkitől, vagy vissza tudják valahogy állítani azokon a leégett területeken az eredeti növényzetet? Hát, ha tűzesetre biztosít vannak az erdők, akkor húza van általában a biztosító társaságokkal, hogy mennyibe kerül a visszaállítás, stb. De hát nekünk kötelességünk, hogy ahol az erdészet, a fenntartható erdőgazdálkodásnak a lényege az, hogy ahol egyszer erdő volt, ott továbbra is erdő legyen, függetlenül attól, hogy az 0 éves, 10 éves, vagy 150 éves, hogyha tölgyeldőkről beszélünk. Tehát nekünk ugyanúgy, mint a nyáron okozott szélviharok, amelyek hatványozottabban nagyobb károkat okoztak, mint bármilyen tűzeset, ott is kötelességünk, hogy a következő években szanáljuk a kárt. Tehát ugyanezt történik a tűzeseteknél is. Kókai Roland, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm tám a lehetőséget. A házasság hetét ünnepeljük február 11-e és 18-a között. A több évtizede népszerű házasság hetét ma már 4 kontinens 21 országában ünneplik. A következő percekben olyan házaspárokat mutatunk be önöknek, akik már több évtizede vannak együtt. Olyan házaspárokért mondtak imád a hétvégén Oromhegyesen, akik már több évtizedek kitartanak egymás mellett, akármilyen rögös is volt az útjuk. A Szentmisén és az azt követő áldáson 13 pár vett részt. 40 éve vagyunk házasok, tulajdonképpen 40 év az egy kerek évforduló, és azért tartottuk fontosnak, de különben is járunk Szentmisére. A házasság pedig egy rögös út, amely sok szép pillanatot és még több akadályt gördít a párok elé. Ezeket pedig csak is együtt, megértésben lehet megoldani. 40 éves házasok vagyunk idén. Hát azt hiszem, hogy a szeretet, az egyetértés, a megbecsülés, a türelem, ez minden házasságnak az alapja, és ha ez megvan, akkor az a házasság tartós, és jó házasság. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 40 éve vagyunk házasok, a fiataloknak azt üzenném, hogy nagyon sok kompromisszumra van szükség. Egymást el kell viselni, akkor is, ha rossz kedvünk van, akkor is, ha jó kedvünk van, betegségben, szenvedésbe is ott kell lenni a másik mellett, nem csak akkor, amikor örülni kell. Pósa Mária és Pósa József 1966. február 18-án mondták ki a boldogító igent, szerelmük már 60 éve tart. Egy lakodalomba
ismerkedtünk meg, őnek is se volt koszorús párja, nekem se, összeboronáltak bennünket, és akkor hát kitartottunk egymás mellett is. Egyre jobban tetszett a kislány, megismertem, és akkor meg is kértem a kezét, majd 60 évvel ezelőtt. Azelőtt nem ismertük egymást, bár egy községből valóak vagyunk, én Kanizsán nőttem föl, ő Völgyesen, és valahogy nem köröztözték az utaink egymást. Akkor megismerkedtünk, 2 év udvarlás után házasság lett belőle. Ha az ember megtalálja élete párját és házasságot köt vele, akkor egy új család jön létre. Ez pedig Isten csodálatos ajándéka az ember számára, mondja Kozma Róbert, plébános. Tudjuk nagyon jól, hogy hát a mai világban házasság, mint intézmény, krízisét éli meg. De ugyanakkor vannak csodálatos, nagyszerű példák, mint ahogy a mai ünnepi szentmisében is tanúságot tettek a helyi hívek, hogy igenis jó házas embernek lenni, jó családban megmaradni, és valahova tulajdonképpen tartozni. Tehát ez nagyon fontos, hiszen az embernek az elsődleges közege, amiben beleszületik, az a család. A házasság akkor szép igazán, ha az ember önmagától is jobban szereti társát, vallják a már több évtizede együtt élő párok. Február 14-e van, azaz Bálint nap. A sokszor szerelmesek napjaként is emlegetett ünnep világszerte hatalmas népszerűségnek örvend. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy eredete Szent Bálint nevéhez, a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziában szenvedők védőszentjéhez fűződik. Bejátszásunkból kiderül, milyen hagyományok élnek ezzel kapcsolatban. Az egyik legismertebb elbeszélés alapján az ókori Rómában Bálint püspök megeskedte a keresztény szerelmes párokat, köztük a katonákat is, azonban az érvényben lévő császári parancsok értelmében ők nem házasodhattak volna. A püspököt ezután börtönbüntetésre ítélték, majd február 14-én kivégezték. Bár vallási eredete csaknem teljesen feledésbe merült, az évek során a Bálint nap a legkedveltebb ünnepek egyikévé vált. A párok ilyenkor jellemzően ajándékkal kedveskednek egymásnak. Lassan 10 éve vagyunk együtt, abból már 7 éve vagyunk házasok. Munkakapcsolaton keresztül ismerkedtünk meg valójában, párom akkor kint dolgozott külföldön, és én is ilyen hasonló ápolással kapcsolatos dolgokba gondolkodtam, és a barátnőm ajánlásával sikerült felkeresni a páromat, és hát onnan indult valójában a kapcsolatunk. Számunkra mindig nagyon fontos volt a Bálint nap. Igaz, mióta kislányunk megszületett, kicsit változtak a szokásaink, de annak ellenére mindig fontosnak tartjuk, hogy megünnepeljük. Annak ellenére, hogy lassan 7 éve házasok vagyunk, mindig fontosnak tartjuk, hogy megünnepeljük a Bálint napot. Mióta kislányunk megszületett, igyekszünk úgy megünnepelni, hogy számára is érdekes legyen. Akár egy mozizás, vagy vacsizás keretein belül. Ez mellett mindig igyekszem a páromat meglepni egy virággal és számára kedves apróságokkal. Február 14-e nem csak Szent Bálint ünnepe, hanem a magyar néphagyományban fontos időjósló nap is volt. Úgy tartják, ha Bálint napján hideg, száraz az idő, akkor jó termés várható. A néphiedelem szerint ekkor tartják mennyegzőjüket a madarak és párosodnak a verebek. Szabó Magda, a Tornyosi Magda laktájház tulajdonosa elmondta, hogy a Bálint napi ajándékozás hagyománya a 70-es években érte el vidékünket. Azt is hozzátette, hogy a fiatalok körében a saját őseinktől származó ünnepeket is népszerűsíteni kell. Mert a mosdó, a lavórok, cseréplavór, és ez meg már mosdó, már márványból van. És akkor a tányéros, a köcsögök, a porcelánok. Jobban ismerik, mint a mi valódi néprajzi hagyományos régi ünnepeinket, amit az őseinktől örököltünk meg, hát azokat kellene előszedni még jobban, hogy igenis a minden ünnephez kötődő régi hagyományos szokásokat vegyük elő, tanulják meg, próbálják fölidézni addig,
amíg van kitől megtanulni, hogy hogy is volt az, mit ünnepeltünk, és az egész falu össze tudott fogni, minden gyerek ott volt, a fiatalok, a középkorosztály, az ősök, az idősek is, az egész falunak ünnep volt, egy karácsony, a nagybőjtnek meg volt a maga jellegzetessége, a húsvétnak megint a maga tavasz köszöntője, a minden szokásával együtt. Nem is volt fehér ruha, azért mert nem volt annyi pénzük, hogy egyszer vegye föl életébe azt a ruhát. De a fekete ruhá megvolt, és akkor a fekete ruhás menyasszony, ez volt aztán egész életében az ünneplő ruhája. A Bálint napra mára már egy hatalmas iparág épült, amely kiszolgálja a fogyasztók teljes igényét. Azonban ennek hatására az ünnep valódi jelentése lassan feledésbe merül. Hamvazó szerda napja van, a nagybőjt kezdete. A templomokban ma a hívek homlokát hamuval hintik meg. Megkezdődik a visszafogottság, a lelki és testi megtisztulás, vagyis a bőjt időszaka. Ma van Bálint nap, a szerelmesek napja. Ezen az ünnepen a párok ajándékkal vagy szerelmes üzenettel kedveskednek egymásnak. Szabadkán és környékén is pirosban pompáztak a virágüzletek, emellett az éttermekben is készülnek a romantikus esti vacsorákra. Csütörtök és péntek is munkaszüneti nap lesz Szerbiában az államiság napja miatt. 1804-ben február 15-én kezdődött meg a törökök elleni első szerb felkelés, 1835-ben pedig ugyanezen a napon hozták meg az első demokratikus szerb alkotmányt, amellyel kezdetét vette a modern szerb állam kialakítása. A négy napos hosszú hétvégén a közintézmények, hivatalok, bevásárlóközpontok nem dolgoznak, illetve módosítják a nyitvatartásukat. Ismét drágul az üzemanyag, a benzin és a dízel is 3-3 dinárral Szerbiában. Az ünnepek miatt a korábbiaktól eltérően péntek helyett már ma közzétették az új üzemanyagárakat, amelyek február 24-ig lesznek érvényben. A gázolaj literje 205, a benzin pedig 184 dinárba kerül. Éves fennállását ünnepli a szabadkai újfaluhelyi közösség. 1964-ben ezen a napon alapították meg, a Bajai úton a valamikori Sárga Rózsa kocsma épületében. A szervezők az ünnep alkalmából farsangi mulatságot szerveztek a helyi közösség fiataljai számára. A részletekről Góli Csillát, a VMS újfalui helyi szervezetének elnökét kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó estét, és köszönöm a meghívást. Említettem itt a felkonfban, hogy 60 éve ünneplik. Valójában azóta tartanak mindig ünnepségeket? Hát ezt nem tudnám megmondani, mivel hogy én még akkor még a gondolatom se létezett ugye 64-ben. Volt időszak, ugyanis én 2015 óta vagyok aktív az újfalu helyi közösségben, és akkor az akkori elnöke a helyi közösségnek megkért egy random szeptemberi szombatra, hogy szervezzünk valami bulit, mert hogy most van a helyi közösségnek a napja, és akkor többen idősebbek oda jöttek, hogy de nem is ma van, hát február 14-én van. És akkor addig-addig kutattuk a dokumentumokat, az alapító kiratot végül megtaláltuk, és valóban akkor alakult meg, mint újfalu. Tehát a helyi közösség, mint ötödik kör előtte is létezett, több helyen graffitivel sajnos, de ki van írva, hogy ötödik kvart, tehát ez volt az eredeti neve valamikor annak a városunk, annak a területének. A mai program hogy sikerült? Nagyon jó, nagyon lelkesek voltak a gyerekek. Meghívtuk a Gyúrószalai Általános Iskola, illetve a Széchenyi István Általános Iskola alsós diákjait. Ugye ez az a két iskola, ami a mi helyi közösségünket érinti. A legtöbb gyermek a mi helyi közösségünkből vagy az egyik, vagy a másik iskolába iratkozik, úgyhogy nagyon úgy érzem, hogy egy nagyon sikeres dolog, hogy elértük azt, hogy ennyire gördülékenyen együtt tudunk működni az iskolákkal, és hogy tudunk mindig számítani rájuk. Ez a partnerség, ez úgy érzem, hogy kölcsönösen hasznos nekünk is, mivel hogy építjük a közösségünket, illetve az iskoláknak is, hogy így a gyerekek megismerik egymást, új barátságok születnek. Aki esetleg nem szabadkai, vagy nem ismeri a helyi közösséget, hogyan tudná azoknak ezt bemutatni, milyen intézmények találhatók ott mondjuk az iskolákon kívül még?
Hát ez nem egy központi helyi közösség, úgyhogy nem található itt valamilyen kulturális intézmény. Mégis érdekes és könnyen behatárolható, tehát a lóversenypálya utcája Fráne Szupila, a Bajai út és a Zombori út azok, amelyek, vagyis a Halasi út, bocsánat, rosszul mondtam, a Halasi út, a Fráne Szupila és a Zombori út azok, amelyek határolják ezt a helyi közösséget. Területileg ez egy óriási, tehát az egyik legnagyobb a városi helyi közösségek közül. Lakossága az természetesen sajnos csökken, és nagyon sok az elhagyatott ház, de mint említettem, tehát itt található a lóversenypálya, ugye közel van hozzánk a Bolha piac. Amit esetleg történelmi helynek említhetnénk a mi helyi közösségünkben, az a Bajai úti temető, ahol nagyon sok híres személy szabadkai, illetve Szabadkán működő művész vagy történelmi figura lett eltemetve, és az ő sírhelyük mai napig látogatható. A helyi közösség napján kívül milyen rendezvények szoktak lenni a helyi közösségben? Igyekszünk mindig újat kitalálni és alakítani, mert azért bizonyos dolgok elévülnek, de az, ami nagyon megnyerő, és szeretik a gyerekek is, a szülők is, és a tanítók is, azok például a karácsonyi programok, Advent Újfaluban több ízben is meg lett szervezve, akár bent a helyi közösségben, vagy akár kint az udvaron, még az se zavarja ilyenkor a gyerekeket, hogy hideg van, mi igyekszünk a szülőknek kedveskedni teával, forralt borral. A szintén népszerű a napsugaras ősz, és ezt szívesen veszik az iskolák, mert akkor nekik is egy kicsit könnyebb, ugye nem kell egyedül megszervezni, akkor aki csak szeretne fellépni a gyerekek közül, megszervezzük közösen. Nagyon jó az együttműködésünk a Városi Nyugdíjas Szervezettel, illetve az Újfalu osztagukkal, hogy úgy mondjam, mivel hogy van egy ilyen területi egységük, akik segítik egymást, keddenként szoktak összejönni a helyi közösségben, szoktak bálakat szervezni, batyubálakat a helyi közösség épületében, aminek nagyon örülök, mert az egy eléggé nagy objektum, és kár lenne kihasználatlanul hagyni, úgyhogy természetesen mindig eleket teszünk a kérésüknek, hogyha szeretnének valamilyen programot. Amit tavaly beújítottunk, szerettünk volna szélesebb körben megszólítani a helyi közösségünk polgárait, ez a szobanövénycsere program volt, tehát az mondjuk a korunkbelieknek egy érdekes dolog, és egy növényvédő szakember jött el előadást tartani, illetve egy lakberendező, hogy most nem feng shui szempontjából, de hogy milyen szempontokat kell szemügyre venni, hogyha egy szobanövényt helyezünk el az otthonunkban. Ez is egy jól sikerült rendezvény volt, úgyhogy kérték, hogy mielőtt a muskátlikat vásárolják a házi asszonyok, akkor tartsunk megint egy ilyen beszélgetést, úgyhogy remélem, hogy arra is sor kerül. Illetve, ami tavaly nagyon jól sikerült, és az idén március 23-án szeretnénk megismételni, az a locsoló és húsvéti versek szavaló versenye. Nagyon aranyosak voltak tavaly a gyerekek, ugye már mindenféle szavaló verseny van, különböző tematikával, és a locsolkodás az, mint hagyomány, ugye, mint hallottuk az előző bejátszásban is, hogy a mi hagyományainkat a modern nyugati hagyományok hasznára elhanyagoljuk, és a locsolkodás az lehet egy szép dolog is, hogyha van hozzá kellő türelem, és a gyerekeknek elmagyarázzuk, és eljönnek a pajtások is, mi például mindig hívjuk az osztálytársakat, hát van, aki eljön, van, aki nem, van, aki ezt tartja, ezt a szokást, van, aki nem, de talán ilyen serkentésként kezdtünk el akkor a locsolkodó versekkel ilyen formán foglalkozni, de hogy a lányok sem maradjanak ki, akkor nem csak locsolkodó versek, hanem húsvéti verseket is várunk március 23-án hozzánk. A rendezvények mellett beszéljünk még kicsit a fejlesztésekről, milyen infrastruktúrával rendelkezik az Újfalu helyi közösség, illetve vannak-e most valami előrelátott projektek, amivel tovább fejlődhet? Pillanatnyilag nincsenek aktuális projektek, amit az utóbbi években láthattak a polgárok, az, hogy a gázművek azokban az utcákban, amelyek szabályozott utcák, és lehetőség volt terveztetni, illetve kiépíteni gázvezetéket, arra épült gázvezeték, tehát itt körülbelül 4-5 kilométerről beszélünk, nem is kis mennyiségről a helyi közösség területén. A gondunk az, hogy nagyon sok a szabályzatlan utca, mivel ez
ez egy olyan része volt a városnak, ami szőlős volt, tehát szőlők és gyümölcsösök voltak ezen a területen. Elkezdtek nőni egymás után a házak, így alakultak ki az utcák, és nagyon nagy számban vannak mai napig rendezetlen utcák, szabályzatlan, urbanisztikailag szabályzatlan utcák, és ez miatt azok a közvállalatok, amelyek a infrastruktúrákkal vannak megbízva, mint a vízmű, a kanalizáció, tehát a csatorna, gázmű, nem tud tovább fejlődni a helyi közösségben, mert hogy mondjuk belúg egy parcella az utcába, vagy nem is van olyan utca is a helyi közösségünkben, ahol egy lakóház, nem is egy ilyen eset van, hogy egyszerűen félbevágja az utcát egy ház, és ez miatt nem tudjuk igényelni a közműt, illetve a közmű fejlesztést. Én remélem, mivel hogy nincs olyan probléma, amire nincs megoldás, én remélem, hogy azért sor kerül az utcák rendezésére, és akkor pár év múlva már arról tudunk beszélni, hogy megindulnak ezek a beruházások is. Góli Csilla, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Több mint 18 ezer tárgyat őriznek az Óbecsei Városi Múzeumban, ezek jelenleg raktárakban porosodnak. Az intézmény ezek egy részét egy állandó kiállításon szeretné majd a közönség elé tárni, ehhez azonban fel kell újítani a veszélyessé vált nagy kiállítótermet. Jelenleg a 2 évvel ezelőtt felújított kis teremben tartanak időszakos kiállításokat, amelyek egyre több látogatót vonzanak. Szabja, veretes férfi, övés tarsoly, nyíltegez, nyílvessző. Többek között ilyen tárgyakat láthatott tavaly Óbecsén és Szabadkán az, aki ellátogatott az Óbecsei Városi Múzeum Őseink felhozzák című kiállítására, amelyen Szerbiában első alkalommal mutattak be olyan anyagot, amely a magyarok bejövetelét mutatta be. Az Óbecsei Múzeumnak szinte egész évben voltak időszakos kiállításai a kisteremben, de ásatások is folytak. Ezen felül ugye tavaly végeztük az első szisztematikus, tehát rendszeres ásatásokat a perlek lelőhelyen. Ott előzőleg is ugye az elmúlt évtizedekben már folyamatosan folytak ásatások, viszont ez volt az első alkalom, amikor nem védelmi ásatások folytak, amikor nem azért ment ki a régészünk, mert épp valaki talált valamit és bejelentette, hanem mert céltudatosan és tervezetten mentünk ki. Ezt a tájékoztatási és művelődési minisztérium finanszírozta elsősorban, és abban reménykedünk, hogy egyébként ezt a projektet az idén is folytatjuk. Tavaly egy kései, kőkori ház, illetve az azt körülvevő középkori leletek voltak feltárva. Abban reménykedünk, hogy az idén ezt is sokkal nagyobb irammal fogjuk folytatni, és hogy egy nagyobb területet és több szondát fognak nyitni a régészek. A múzeum 68 Rákóczi poltulát is megvásárolt. Ennek a hagyatéknak az egyik érdekessége, hogy Pozsarevácról érkezett. Ezek Rákóczi idejében származó fémpénzek, a poltura pedig azt jelenti, hogy másfél grosen, tehát abban az értékben mozgott. Ezeknek az érméknek egyrészt az is érdekessége, hogy nagyon rövid ideig verték őket, 4 különböző helyszínen, többek között például a Munkácson is, és a társ intézményekkel konszultálva meg tudtuk állapítani, hogy minden helyről, ahonnan verték ezeket a poltúrákat, megjelenik egy-egy példány ebben a gyűjteményben, amit a Városi Múzeum felvásárolt. Azért is érdekes, mert talán az egyik legdélebbi pontja ezeknek az érméknek a történetében, ahol ezek felleltek, és abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a helyi múzeum nem volt érdekelt benne, mi pedig időben megtudtuk, és lehetőségünk nyílt rá, hogy felvásároljuk ezeket. Ez is reményeink szerint az idén már valamiféle bővebb bemutatásra kerül. Tojzán Ákos 2017 novemberében került az intézmény élére, amelynek épülete meglehetősen rossz állapotban volt már akkor is.
A nagy termet azóta veszélyessé is nyilvánították. Ezzel több mint 200 négyzetméter kiállítási teret elvesztettünk, így gyakorlatilag egy 80-90 négyzetméteres térben tudunk csak kiállításokat szervezni. A középtávú célunk, sőt talán azt mondhatjuk, hogy remélhetőleg már egy rövid távú célunk, az az, hogy a magát a tetőszerkezetet a nagy terem felett rekonstruálni tudjuk, ami lehetőséget nyitna nem csak arra, hogy a nagy termet újra használhassuk, hanem hogy a tetőteret is felszabadítsuk, akár raktár, akár konferenciatérnek, és ezáltal még több kiállítási teret alakítsunk ki a már meglevő kapacitásunkból is. Ugye a múzeumnak a legnagyobb területén valójában a raktározásra szolgál, tehát hogy a főépületnek is gyakorlatilag fele raktárként működik, míg minden segédépület jelenleg raktárként működik. Egyébként ezek a segédépületek is már régóta renoválásra szorulnak, de mindenféleképp prioritásunk most a főépület helyrehozása. Ehhez az idén is pályáztunk a Városok a Fókuszban című pályázatra, amit a Tájékoztatási és Művelődési Minisztérium írt ki. Reménykedünk abban, hogy esetleg az idén pozitív elbírálásra kerül a pályázatunk, ha nem, akkor mindenféleképp folytatunk más források felkutatása iránt is, illetve párhuzamosan dolgozunk azon, hogy meglássuk, hogy esetleg máshonnan tudunk-e forráshoz jutni. Tavaly januárban mutatták be a közönségnek az intézmény első évkönyvét. Hamarosan elkészül a második, és már dolgoznak a harmadikon is. Ez a múzeum számára azért is fontos, mert nagyon gondoskodtunk arról, hogy a recenzensek, tehát azok az emberek, akik átnézik a szakmai elemeit ezeknek a munkáknak, amik belekerülnek az évkönyvben, olyan emberek legyenek, akikre tudunk támaszkodni, és akik egy bizonyos kredibilitást adnak ezeknek a munkáknak, illetve ennek a kiadványnak. Így abban reménykedünk, hogy a harmadik szám után, hogy ez egy tudományos és egy elismert kiadványjá alakul. Az intézmény idei költségvetése jóval szerényebb lett a korábbiakhoz képest, ezért kénytelenek priorizálni a tervezett kiállításokat. A következő egy Belgrádból érkező szép művészeti tárlat lesz. Ami biztosan lesz az idén, az különböző régészeti és történelmi kiállítások. Ezek már ugye tavaly óta nagyban előkészületben vannak. Az idén is témában lesz a numizmatika, valamint egy-két érdekes előadással is készülünk az idei évben. Emellett lesz egy-két látogató kiállításunk, ami jelenleg szervezés alatt áll. A múzeumban több mint 18 ezer tárgyat őriznek, amelyek jelenleg raktárban porosodnak. Az Óbecsei Városi Múzeum terve az, hogyha felújítják a nagy termet, ezeket egy állandó kiállításon tárják majd a közönség elé. Hamvazó szerdával kezdetét veszi a nagyböjt, egyúttal ez a húsvéti ünnepkör első napja is. A témáról Tojzán László atyával beszélgetek. A beszélgetést hétfőn rögzítettük. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok. Köszöntöm Önt is, a kedves nézőket is. Kezdjük azzal, hogy mit jelképez a katolikus egyházban Hamvazó szerda, és mit ünneplünk ilyenkor. Hamvazó szerdával kezdetét veszi az az időszak, amely felkészít bennünket húsvét örömünnepére. Maga a megnevezés is mondja, hogy hamvazás történik. Ugye a hamuval való megjelölés, ilyenkor elhangzik a szöveg, hogy emlékezz ember, hogy porból letti, illetve porrá leszel. Tehát felhív bennünket arra, hogy mullandók vagyunk. Ez az idő, ami előttünk áll, elmúlik. És az életünket Istenre hangolva, másik emberre figyelvén kell, hogy törekedjünk, hogy végül is maga a mi számunkra is, majd az életünk végén, maga a húsvét öröme valósággá váljon. Feltámadjunk mi majd magunk is. Ami Hamvazó szerdát illeti, itt egy mozgó ünnepről van szó. Ez mitől függ, hogy mikor, melyik napra esik? Hogyan számoljuk ezt? Ez attól függ, hogy maga a tavaszi napi egyenlőség azt követő holtölte utáni vasárnapra esik maga a húsvét, és innétől visszaszámítjuk a 40 napot. Persze, tehát a vasárnapi napokat nem számítjuk, és akkor a 6x6, ugye az 36, tehát 6-7 a vasárnapok kivételével, plusz 4 nap. Ami a nagy böjtöt illeti, miért kéri ilyenkor az egyháza hívőktől, hogy böjtöljenek?
Hát, hogy most az egyházi kéri, ugye mi mindannyian emberek, mindannyian vágyakozunk arra, hogy jó legyen. És a Szentírás is azt tanítja, hogy Isten azt akarja, hogy az embernek jó legyen, élete legyen. Isten megadta, elküldte a fiát, megtestesült, vállalta az áldozatot. Ugye karácsonyt mindig úgy ünnepelik meg az emberek a mai világban, hogy ez a szeretet ünnepe, de valójában húsvét az, amikor kicsúcsosodik. Ugye maga Jézus mondja, hogy senki sem szeret jobban annál, aki életét adja barátaiért. És ő életét adta mindannyiunkért. Nem az akkori kor emberiért, hanem mindenkiért. Tehát értünk is. A böjtnek milyen formái vannak, hogyan tudnak az emberek böjtölni? Hát amikor a böjt szót halljuk, akkor legelső alkalommal ugye mindig arra gondolunk, hogy valamiről le kell mondani. És általában mindig az étel, az ital, tehát erre szoktuk lekorlátozni. Gyakorlatilag tágabb fogalomról van szó, a mértékletesség erényét kell, hogy gyakoroljuk. És gyakorlatilag ugye a bűn mint olyan lehúzza az embert. Ugye táplálkozunk, a munkakör, amit végzünk, sokkal többet fogyasztunk különböző ételeket, kilókat veszünk fel, és elnehezedünk. Így a bűnök is az embernek a lelkét, az erkölcs iránytűjét is el tudja fordítani. Istentől is, és a másik embertől is. És hogy mi a böjt? Ugye Izajás prófétának az 58. fejezete jut eszembe, hogy amikor a nép böjtöl, és mondják, hogy hát lázanganak, hogy hát Istenem, hát hol vagy, hát mi nem hallgatsz meg bennünket, és Isten megszólal, és mondja a prófétán keresztül, hogy milyen is az ő neki tetsző böjt. Azt mondja, törd össze a rabláncokat, old meg az iga kötelékeit, törd meg a kenyeret, és oszd meg embertársaddal. Tehát gyakorlatilag a böjtnek a miben léte a motiváció, hogy Istenért és az emberért tegyük. Tehát a jóra hangolódjunk, a lelkileg, az igazi értékekre, ezeket keressük, és ezeket tegyük, és így készüljünk. Hamvazó szerdára visszatérve, ilyenkor a Szent Mise miben különbözik a többi misétől? Azzal, hogy van a hamvaszkodás, és ez valójában a Szent Miselén a bűnbánati cselekményt azt tehát helyettesíti. Milyen hagyományok tartoznak még hamvazó szerdához? Hát ezen a napon, tehát vannak ugye, lehet a babonákat is olvasni, ugye egyesek úgy tartották régen, hogy aki hamvaszkodik, ugye akkor tehát a fejfájás az el fog múlni, de gyakorlatilag számunkra, tehát babonát félretéve, tehát számunkra ezen a nappal, tehát megkezdjük a keresztújtnak az áltatosságának a végzését is, illetve ugyancsak ez a pénteki napon, továbbiakban pedig megkezdődik valójában ezen a napon ugyancsak szigorú böjti nap van, tehát ugye nagy péntekkel együtt, ezek azok a napok, amikor háromszor lehet ugyebár étkezni, de csak egyszer lehet jól lakni, illetve hústilalom is van, illetve a nagy böjtnek az idején is a pénteki napokon hústilalom van. Ugye ezzel is emlékezünk, illetve az év folyamán is a pénteki napok, tehát lehet jó cselekedeteket az évközi pénteken ki lehet helyettesíteni jó cselekedetekkel, de gyakorlatilag emlékezünk arra, hogy Jézus Krisztus milyen áldozatot tett értünk. És a keresztutat is, amikor végigjárjuk, imádkozunk Istenhez, de egyben végig kell emlékeznünk és fel kell fognunk azt, hogy Isten milyen áldozatot vállalt. És mi az életünkben? Ugye, amikor elesünk sokszor az élet gondjai terhei alatt, tudjuk-e azt, hogy miért küzdünk? Képesek vagyunk-e mi is egy igazi értékét kiállni, és ismét felállni, és tovább küzdeni, harcolni? Továbbiabban mennyire tudunk odafordulni a másik emberekhez? Tehát amikor az áldozatot hozunk, azt miért tesszük? Azért, hogy megdicsérjenek bennünket az emberek, vagy azért, mert az úgy helyes, vagy azért, mert ezt Istenért cselekedjük? Említettük, hogy hamvazó szerda a húsvéti ünnepkör első napja. Miért tartják a legnagyobb keresztény ünnepnek húsvétot? Erről ejtsünk még pár szót. Azért, mert ekkor történik meg a megváltás. Ugye az élet győzedelmeskedik a halál felett. A gonosz hatalma meg lett törve, megnyílik teljes mértékben, kitárul előttünk a Szentek Szentje. Ugye amikor Krisztus meghal a kereszten, akkor a templomban a Szentek Szentjét, a Szentét eltakaró függöny ketté hasad, feltárulkozik, megnyílik. Megnyílik előttünk
a valóságos Isten, aki maga a szeretet, és az embernek az útja Isten felé szintén megnyílik. Tojzán László atya, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. A mese nem csak a gyerekeké, vallják Topolyán, ahol első alkalommal szerveztek mesekocsmát. Az érdeklődők batyuban hozták az ételt és az italt, a magyarországi és vajdasági mesemondók pedig a kiüresedett batyukat mesével és jókedvel töltötték meg. De hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tengeren is túl, az Üveghegyeken is túl. De még Eli bácsi Kársahegyén is túl. A vajdasági mesére éhes közönséget első alkalommal invitálták mesekocsmába Topolyán. A népmese korábban a falusi közösségekben a felnőttek szórakoztatását szolgálta, manapság mégis elsősorban a gyermekeknek szánt műfajként tekintenek rá. Erre rácáfolva kezdtek újra életre kelni Kárpát-medence szerte a felnőtt mesemondó körök. Nagyon jó volt, hogy gyermekkoromért Borsodalabaú-Zeplén megyében nőttem fel, és azt a tájnyelvet megtaláltam, és újra tudtam használni. És most arra beteg eljutottunk, hogy a kicsi gyermektől, a pici óvodástól, a felnőtt korosztályig bárkinek tudok mesélni, meg vagy kinek milyen meséket mesél természetesen az ember. Sokszor egy mesemondó alkalom megkérdezik, hogy mit fogok mesélni, nem tudom. És ezt tényleg újra ránézek a közönségre, és akkor úgy látja az ember, hogy itt most ez a mese, ez megáll, a másik mese lehet, hogy éppen nem tudna működni, nem úgy működne. És itt is, mikor megbeszélünk egy mesemoskocsma programot, vagy menet közben egy mozdulatot jelzünk egymásnak, hogy most ez a mese lenne jó, és akkor az lesz. A magyar népmesekincs hatalmas. Vajdaságban több száz népmesét jegyeztek le az évek alatt. A bácskai falvak esetében több településről is ismerünk meséket. Versenynek is az összes kócsa ott volt a papta. Hát ez a kántor is úgy törte a fejét, hogy már csak valami kis pénzre kéne neki. A meseanyagok szempontjából több település is kivételesnek számít, úgy mint Zenta, Kishegyes, Horgos, Ludas vagy Topolya. Napjainkban is rendszeresen szerveznek népmesemondó megmérettetéseket. Szerencsére a magyar népmeséket megőrizték nekünk, nem csak a néprajzosok, hanem a folklór mozgalom is. Egyre népszerűbbé válik. Ugye azt szoktam elkihangsúlyozni, hogy addig, míg a táncház mozgalom most már egy 50 éves múltra tekint vissza, ez a népmesemondó mozgalom, ez egy ilyen 15 éves múltra tekinthet vissza, tehát akkor kezdték el visszatanítani ezt a mesemondást. Többek között Rafai Jutka, ugye, aki idevalósi erre a vidékre, és azt látjuk, hogy egyre népszerűbbé válnak, és különösen annak nagyon örülünk, hogy felnőttek körében is egy népszerű szórakozási mód, egy ilyen meseest vagy mesekocsma, és megtelnek ezek a rendezvények látogatókkal. A meséken kívül népdalok is felcsendültek az esten. A vajdasági és magyarországi mesemondók között kiváló a kapcsolat. Gyakran látogatnak el egymáshoz, ilyenkor mesepárbajok mellett a szakmai beszélgetések is előtérbe kerülnek. Így született meg a Topolyán megtartott mesekocsma ötlete is. Nagyon szívesen szeretnék megkóstoltatni a közönséggel a mesekocsma ízét, zamatát, és ha tetszik nekik, akkor nagyon szívesen jövünk. Hívjanak, s mi jövünk. Ennyi, nem biztos, hogy össze tudunk jönni, de akár 2-3 mesemondó is nagyon jó hangulatot teremteni, főleg, ha egy zenészt maga mellé fogad. Mi úgy szoktuk hívni, hogy ők a mesedalnokaink, és a mesedalnokokkal együtt egy fantasztikus szórakoztató estét tudunk kínálni. A topolyaiak szívesen adtak helyszínt, és biztosítottak közönséget a rendezvénynek, ami rendhagyó eseménynek számít Vajdaságban. Topolyán biztos, hogy nem volt, a Vajdaságból, meg ahogy nézegettem az internetet, én nem tudok róla, de az nem azt jelenti, hogy nem volt, és én remélem itt így a részvevők számából ítélve, hogy ez az első után még nagyon sok következik,
Ez egy véletlenszerű találkozásnak igazából az első állomása. Itt egy konferencián találkoztunk Ildikóval, a Bergen-Dócia Szociális Szövetkezet elnökasszonyával, aki helyszínt keresett, akkor már tudta, hogy Kishegyesen lesz mese hétvége, és szerettek volna még egy helyszínt. Aztán Raffai Judit, a tanítóképző tanára is itt volt, és ő mondta, hogy először Zentát gondolták, és mondta, hogy hát Kishegyes Topolya közel van, Topolyán általában zajlik a művelődési élet, és miért nem itt. Egy kicsit annyiból talán nem az igazi, hogy nem itt terveztük, tehát nem a művelődésihez kiállító terme lett volna az elsődleges helyszín, hanem kocsmában terveztük. A helyszínt biztosították volna, de a felújítások elmaradtak, úgyhogy most itt, aztán jövőre én nagyon remélem, hogy Topolyán, viszont már igazán kocsmában. És mi van a tetején most? A mesekocsmából mindenki jókedvel tért haza. Ezért a Topolyai Művelődési Ház a közeljövőben még több mesés estet szeretne szervezni, ahol a közönség amellett, hogy jól érezheti magát, a magyar népmesék világával is megismerkedhet. Ennyi volt mára és a hétre a közügyek. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hétfőn Loboda Árpád várja majd Önöket hírháttér műsorunkban. Addig is jó pihenést kívánok, a viszontlátásra!